A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen lett a Nemzetbiztonsági Bizottság keddi ülése, amelyen az MTV a székháznál történtekről is tárgyalt volna a parlamenti testület ellenzéki kezdeményezésre. Mirkóczi Ádám, a bizottság jobbikos elnöke az ülésteremben elmondta, a testület keddi, rendkívüli ülését eredetileg a bizottság fideszes alelnöke, Halász János és frakciótársa, Habőri György kezdeményezte mentesítési kérelem megtárgyalására. A belügyminiszter ugyanakkor kedd reggel levélben kérte annak levételét a napirendről. Mirkóczi Ádám és az MSZP-s Molnár Zsolt azt kezdeményezte, hogy aktuális nemzetbiztonsági témákról is tárgyaljanak. A testület ülésén végül sem a kormánypárti képviselők, sem a meghívottak nem vettek részt. A Fidesz az MTI-vel azt közölte, azért maradtak távol, mert a belügyminisztérium visszavonta az összehívásokául szolgáló előterjesztést, a másik, később megjelölt napirendi pontból pedig csak politikai balhét akart csinálni az ellenzék.